1945. áprilisában véget ért a II. Világháború. Az ország romokban hevert. A magyar nép óriási erőben látott hozzá a haza újjáépítéséhez. Emlékműsort rendeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából Sásdon is. Az ünnepséget a helyi általános iskolában tartották. A műsort az iskola 6. évfolyamos tanulói az egykori történelmi eseményeket felidézve adták elő. Azért a 6. A és 6. B osztály, mert talán korban ők már közelebb állnak ahhoz, hogy az események mögé lássanak egy picit, illetve értelmezni tudják az 56-os eseményeket, és a történelemben már nagyjából abban a tudáshoz érnek, ahol erről tanulni fognak. Ezért a 6. évfolyamosok készülnek minden évben erre a műsorra. 1956. október 23-án Budapesten kitört a forradalom. Ebben az időben Sásdról és a környező falvakból sokan jártak vonattal a Komlói bányába dolgozni. A budapesti hírekről a rádióból értesültek az emberek, a hírek szájról szájra terjedtek, hihetetlennek tűnt a csoda, írja a helyi korabeli krónika. Napjainkban pedig igen fontos felszínen tartani az emlékezést és a fiatalokkal is megismertetni a történelem emes sötét korszakát, hiszen ezek az események minden magyar települést és embert érintettek. Justinger János polgármester a közösség összetartó erejére hívja fel a figyelmet. És itt helyben is el kell hinnünk azt, hogy a közösség erejével bármilyen körülmények között van lehetőségünk befolyásolni a sorsunkat. Azt gondolom ez a legfőbb üzenete a mai napnak. Feladatunk az emlékezés, ezen túl az is, hogy megtaláljuk az ünnep igazi üzenetét számunkra, a közösségi lét, a közösségben létezés ünnepe is a mai nap. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából egy emlékkiállítást is rendeztek az iskolában korabeli fotókból. Ezek a Sásdon történt 56-os eseményeket idézték fel, melyek nagyrészt az akkori polgármesteri hivatal előtt történtek.